A faanyagnak a gyors, lökésszerű erőhatásokkal szembeni ellenállását nevezzük dinamikai szilárdságnak. E szilárdság kifejezi azt a fajlagos törőmunkát, amelyet a lengőkalapács kifejt a faanyag eltörésekor. A vizsgálatokhoz 20 20 mm keresztmetszetű, négyzetes hasával alakú próbatestet alkalmazunk, amelynek teljes hossza 300 mm. A próbatest felfekvési távolsága 240 mm, szabad felfekvése pedig 210 mm. A próbatest keresztmetszeti méreteit a hosszúság felező vonalában 0,1 mm pontossággal lemérjük. Szélességét húr, magasságát sugárirányban. Az alátámasztási felületekre szimmetrikusan elhelyezett próbatestet középen a sugársíkra mért egyetlen ütéssel törjük el. A tompa vagy szárkás törési kép megmutatja, hogy a faanyag rideg vagy szívós tulajdonsággal rendelkezik. A vizsgálatok végeztével a próbatestek tömegét 0,1 g pontossággal lemérjük, majd szárítószekrényben abszolút száraz állapotra szárítjuk azért, hogy az újabb tömegmérést követően nedvességtartalmukat meghatározhassuk. Amennyiben a nedvességtartalom a légszáraz állapottól eltér, az ütő hajlító szilárdsági értéket a tényleges nedvességtartalomról át kell számítani 12%-os nedvességtartalmú faanyagra.